2014. november 7-én Fuchs Lehel Faluváros című könyvéhez kapcsolódó fotográfiáit mutatták be Budapesten, a 8. kerületi patyolatban, ami a főváros egyik legújabb kulturális fóruma. A Szadai Fuchs Lehel az alapítványi formában működtetett filmes és fotós képzést nyújtó Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője. A fotó bemutatót Fehér Simon és Szabó Sípos Ágoston zenés közreműködésével Sopsics Árpád, Balázs Béla díjas filmrendező nyitotta meg. Azzal kezdeném, hogy megpróbálok benneteket akusztikailag látásfertőzésben részesíteni. Tudom, hogy ez egy első mondásra képtelenségnek tűnik, de azt gondolom, hogy nem az. Mert hiszek abban, hogy amit az ember hozzátesz akusztikai információhoz egy képhez, az megváltoztatja a kép jelentését. Akármennyire azt gondoljuk, hogy nem. Mondok egy egyszerű példát. Szoktam volt mondani, hogy Hitchcock zsenialitása a következőből áll. Megy egy nő az utcán, megy piros ruhába, fehér cipőbe, és egy kis kézitáskával megy az utcán. A kamera fixen hagyja, hogy a nő kimenjen a képből, nem mozdul a kamera. Ez így nem jelent semmit. Hitchcock annyit csinál, hogy megy a nő ugyanúgy az utcán, és elmondja, hogy ezen az utcán az elmúlt 3 napban 4 nőt öltek meg. Nem tudom, érzitek-e a különbséget a kép jelentésében egyáltalán, pedig nem tett hozzá a képhez semmit, csak egy akusztikai csíkkal átminősítette. Nos, így gondolom én is, hogy egy látásfertőzésben lesz részletek az akusztikai szöveg alatt. Azt is elmondom, miért. Mert a Lehel ezzel a kiállítással, vagyis ezzel az anyaggal, főleg ennek a részével, a középső részével, szintén egy látásfertőzést okoz, bár ő vizuálisan, azáltal, hogy nem egy fotográfiát nézel, hanem párokat, fotográfiai párokat. Úgy vannak, sajnos nem tudtuk teljesen megoldani, de úgy vannak felrakva a képek, hogy ezek fotográfiai párok. Magyarul, ami azt jelenti, hogy bizonyos jelentés áthúzások vannak a képek között. Rácz Attila színész, dramaturg, rendező Fuchs Lehel Faluváros című könyvében közzétett fotóesszéiből olvasott fel. Ha útra indulsz, kérlek, jól nézz körül. Nem számít, honnan jössz, az sem ki vagy. Figyelj, hagyd otthon a kézikönyveket és a mama jó tanácsait. A valóság olyan, mint egy nyitott könyv. Lényegét tekintve mindannyian azt hihetjük, ha elolvastuk, ismerjük. Mégis mindannyiunknak valami más. Ami megtörténik ma a képeken, az a jelenségek elmozdulása a szubjektív fény irányába hajdan és majd. Fotográfiák. A képek mégis konkrétabbak, mint a szó. Olyannak látjuk, ahogy már valaki látta őket. Ha elolvashatnánk a képeket jól hangsúlyozva, értve és ismerve, mint régi ismerős, csak úgy, mégis a félszavakból, rezdüléseiből, levegővételéből, félbemaradt kézmozdulatából, ahogy megrebben a tekintete, mikor félrekapja a fejét, tudhatnánk meg a lényeget. Ezekből tudjuk, mit akarsz, és már nem is értjük, miért álltak közénk a szavak. Így tudjuk meg, mit szeretnél. Ezért nem olvassuk a képeket. Elővesszük újra és újra, nézzük, és mindannyiszor valahogy mások, ahogy mi, meg az idő. Mert ez a fotográf. Fuchs Lehel Faluváros című fotóalbuma a Szellemkép művészeti folyóiratot 25 éve kiadó Szellemkép kiadó 6. könyve. A több mint 2 évtizede működő Szellemkép kezdeteiről az iskola művészeti vezetője beszélt. Szellemkép Szabadiskola 20 éve alakult. Igazából egy újság előzte meg, ami 25 éve most már, tehát avval indult a tevékenység.
és ott tulajdonképpen már az volt a cél, hogy a kortárs alkotói fotósokat, a társvészeteket és a fiatal alkotókat mutassuk be. Nekik legyen nyilvánossága, nekik legyen egy kis terep, ahol meg tudnak mutatni, meg tudják magukat mutatni. És aztán abból alakult ki az iskola, ami két szakos, egy filmszak és egy fotószak állt föl. A fotószakot annak én az Iparművészeti Egyetemnek a tanárainak a segítségével kezdtük el a tematikáját megírni. És tulajdonképpen, ha valaki a fotóról hall, akkor mindig azt szokta gondolni, hogy kicsit olyan, mint a foci, hogy mindenki úgy már ért hozzá, meg így tudja, hogy ez milyen. Mindenképpen azért külön szeretnénk azt választani, hogy van alkotói fotográfia és van alkalmazott fotográfia. Hát mi úgy gondoljuk, hogy az alkalmazott fotó az a megrendelő igényei szerint készül, az alkotói fotó az, ami az önkifejezésre vagy az örömszerzésre jobban alkalmas, mi inkább ezt a fajtáját szeretjük, ami igazából alkalmas arra, hogy valaki aztán ezt hivatásszerűen űzze, de tulajdonképpen folyamatosan egyrészt egy kis személyiségfejlesztést is jelent, másrésztről pedig olyan alapokat ad, amivel akár a hétköznapi életben is egy picit jobb eligazodni. A Faluváros című könyv képpárokba rendezve fekete-fehér fotográfiákból áll. A 20 éves a szellemkép egész éves jubileumi rendezvénysorozat záró kiállításán a könyvben szereplő majd 200 fotóból mutattak be 18 képpárt, ami a fotográfus operatőr szerint a könyv eszenciája. Általában egy kiállítás az egy nagyon hosszú időnek a válogatása. Tehát, hogy sokszor ugye nem látjuk a rossz képeket, mert ha jó az alkotó, akkor ezeket ugye kihagyja. Tehát egy komoly válogatásról van szó. És majdnem minden esetben ezt lehet mondani. Én is így vagyok vele. Ez egy olyan 10-15 évnyi munkának az összegzése, vagy annak egy ilyen leülepedése. És hát amikor a könyvet készítettem, akkor volt igazából a nagy válogatás. Tehát a kiállítás és a könyv az úgy kapcsolódott össze, hogy egy picit a könyv, az ötlet megvolt, volt egy pici kiállítás belőle, ahol csak a magja volt meg ennek az anyagnak. És az ötletből úgy jött ki a pályázatok révén, hogy a könyv lett meg előbb, és tulajdonképpen annak most van a bemutatója, annak kell, hogy ez egy régebben létrejött könyv, de nem volt bemutatója, most van a bemutatója, és ilyen kiállítás sem volt hozzá, tehát a kiállítás egy picit a könyvet követte. És hát igazából a könyvnél volt a nagy válogatás, az előválogatás, ha úgy tetszik, és hát miután ebben analóg és digitális képek is vannak, tehát miután olyan képeket is, tehát időben sokkal többet tölel át, mint 10 év, mert van néhány olyan kép, amit régebben készítettem, de amikor már a anyag a fejemben volt, az mondjuk egy olyan 5 év, amikor már úgy fényképeztem hozzá, hogy ez ebbe az irányba gyarapodjon. És a válogatásról vannak ilyen felvételeim, ilyen kis kártya méretű képekre nagyítottam le őket, ilyen nagyon rossz, ilyen kék színű festék volt már csak a nyomtatóban, és az olyan emlékeztető képeket csináltam csak, és azzal, hát kitakarítottam a lakást, ez egy hétig tartott, és akkor utána, hogy le lehessen a földre és mindenhova tenni a képeket, tehát ez egy ilyen több ezer képből lett kiválogatva. És hát a képpároknak a kiválogatása az egy picit nehezebb volt, mert általában azért úgy látunk képeket, úgy látunk kiállításokat, és ez nagyjából rendben is van, hogy a legjobb képeket valaki kiválogatja, és megmutatja a közönségnek, és ez rendben van. Én valamikor festőként kezdtem, és ezért mindig van bennem egy kis gondolat még ezen kívül, hogy valamilyen koncepció, valami környezet, valamilyen olyan ötlet, amire föl lehet fűzni a képeket, az kösse össze, vagy szervezze egyé. És akkor ebben alakult ez ki, hogy ez a kettőség, hogy lehet, hogy falun lakunk és városban dolgozunk, lehet, hogy fordítva. Most például jöttem be a kiállításra, és már ugye akkor jöttem, amikor a pestiek mennek haza, és az volt a furcsa, hogy Gödöllő irányába mentek sokkal többen, de Pestre is rengetegen jöttek vissza. Tehát ezt is tudom, és azt, hogy van, aki Pesten lakik, és Gödöllőn dolgozik, és fordítva. Tehát ezek a dolgok összekeverednek. És ez mindig foglalkoztat, és azt mondta, hogy ezek a képpárok legyenek a szervezőerő, és emiatt ezeket egybe kellett látni. Tehát nem lehet egy digitális monitoron, vagy egy számítógéppel ezt feldolgozni, úgyhogy a több ezer képet hát hetekig pakoláztam, mire összeállt egy ilyen bőválogatás, és akkor az tovább szűkült, abból lett a könyv, és ez a kiállítás, ez gyakorlatilag még abból tovább szűkített 18 képpár.
A képpárok egymáshoz szoros összefüggésben kapcsolódnak, kompozíciós és tartalmi megoldásokkal, különböző asszociációs kapcsolatokat kínálva. A képek nem feltétlenül tematikus, mint inkább fotográfiai kapcsolatban állnak egymással. A több évtizede Szadán élő fotóművész, a kiállítás témájául is szolgáló, és az általa is tapasztalt falusi és városi életérzés közötti különbségeket osztotta meg stábunkkal. Az is fontos, hogy ahogy az ember idősödik, vagy telik az idő, ugye önmagához képest is másképp ítéli meg a világot, és mások a hangsúlyok. És egy idő után azon kaptam magam, hogy amilyen házban élek, vagy amilyen helyeket szeretek, bár ugye nagyon sokat forgolódom a városban, legalább annyit a faluban, és hogy valójában nagyon nehéz külön választani azt, ha valakire ránéz az ember, vagy valakivel beszélgetni kezd, hogy ő most akkor falusi vagy városi, és ez egy időben nagyon kiélezetten is megjelent, bizonyos helyzetekben ugye ez problémákat is fölvet. Én meg úgy gondolom, hogy nem nagyon kell ezt külön választani, meg nem is biztos, hogy ezzel kell foglalkozni. Hogy nagyon nehéz meghúzni azt a vonalat, hogy kiből hogyan lesz városi vagy falusi, hogy ugye például a vidéken azt lehet mondani, hogy nagyon sok a vidéki, de nagyon kevés az, aki falusi. Tehát, hogy ezek ilyen különbségek. Városban is nagyon sok olyan, aki városinak vallja magát, valahol vidéki gyökerei vannak. Ez a képeken is egy picit így megpróbáltam, hogy ne sztereotípiek legyenek, hanem lássuk azt, hogy nehéz megmondani, hogy ki honnan jön és hova tart. És hogy nem is biztos, hogy ezzel kell foglalkozni. És a képek is egy picit arra próbálnak rávilágítani, hogy abban az adott pillanatban az adott jelenség, vagy az adott ember a szavai, a tekintete, vagy a cselekedetei a fontosak, és nem az, hogy hogyan van szignálva.